Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Gyárátadó Dunaföldváron 4,5 milliárdból épült meg Magyarország egyik legmodernebb papírgyára. Segítség, nyilvánosan böngészhetőek az adóhatóság adatbázisai. Téli üzemmódra váltott a közútkezelő, bár enyhe a november, felkészültek a télre. Kiskorú veszélyeztetése gyerekeik szeme láttára ütötte-vágta egy apa a feleségét. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 15 milliárd forint összértékű, 15 hónapon át tartó beruházást adtak át Dunaföldváron a családi vállalkozásban működő papírgyár új üzemcsarnokát Varga Mihály pénzügyminiszter avatta fel. Hazánk legmodernebb higiéniai alappapírgyártó és feldolgozó üzeme több mint 100 új munkahelyet biztosít a régióban. 2018 első fél évében 13%-kal nőtt a beruházások mértéke Magyarországon. Több mint 3000 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg az év első felében. Varga Mihály arról is szólt, a kormányzat külön támogatta a nagy beruházásokat, 2015 óta 91 ilyen jött létre, összesen 130 milliárd forint értékben. Ezt a beruházást a magyar kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta, és 4,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az összesen 15 milliárd forintos beruházás több mint 100 új munkahelyet teremtett. A pénzügyminiszter példaértékűnek nevezte azt a családi kezdeményezést, mely egy garázsboltból indulva az ország egyik legmodernebb vállalkozásává vált. Most nagyon sokan, nagyon sokféle példát tudnak ebbe belemagyarázni, egy vállalkozás fejlesztéséről, a térség fejlesztéséről, de mégis, ha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor alapvetően az kell hozzá, hogy az ember képes legyen alkotni, és akarjon is alkotni. Horváth Kálmán kormány megbízott avató beszédében arról szólt, ez egyfajta főpróbája volt a Paks 2-nek. A megye életében ez egy egészen különleges jelentőséggel bír. Nem hinném, hogy onnan kellene megközelíteni, hogy újabb 100 embernek adtak ebben a térségben munkát, az is nagyon fontos dolog. Én nem erre helyezném a hangsúlyt, hanem arra, hogy valójában ez a vállalkozás a maga méretével és a maga technológiával egy különlegesség. A hazai piacellátás mellett a dunaföldvári gyár termékeit Skandináviában, a Baltikumban és Közép-Kelet-Európában exportálják több mint 20 különböző országba. A vállalat hazai feldolgozó kapacitása ezzel a beruházással több mint 100 ezer tonnára nőtt. A gyártás során kiemelt fontossággal kezeljük a környezetvédelem ügyét, mondta Vajda Attila ügyvezető. Mi feltétlenül felelősek és felelősen gondolkodunk a kollégáink ért, a környezetünkért. Hogy a beszédemben is elmondtam, fontos számunkra a környezet, fontos számunkra a környezetvédelem, fontos számunkra az a kollega, akivel nap mint nap együtt dolgozunk, hiszen egy jelentős részét a vállalatunknál tölti az életéből. A most átadott gyáregység a beruházás első üteme. A tervezés a következő fejlesztési ütemre már elkészült. Női szabók, kozmetikusok, autószerelők és autókarosszéria lakatosok is átvehették szakmájuk mesteroklevelét csütörtökön késő délután Tolnán. A szakmunkás mesterképzést a Kereskedelmi és Iparkamara szervezi és bonyolítja. Azok a szakemberek, akik rendelkeznek ezzel a minősítéssel, nem csak hivatásuk legjobbjai közé tartoznak, de a szakmunkás képzésben is részt vehetnek. Köszönöm. Karosszéria lakatos mesteroklevelét vett át a Bonyhádi Kis János. A fiatal szakember egy műhelyt üzemeltet. Ő azért végezte el a szakmunkás diákok gyakorlati képzésére jogosító mesterkurzust, mert szerinte egyre kevesebb diák akar ebben a szakmában dolgozni. Ezen akart változtatni azzal, hogy megmutatta, fiatalon is lehet valaki szakmája legjobbja. Hirtelen akarnak nagyon sok pénzt keresni, és nem hajlandóak végigjárni a létrát. Szerintem ez az egyik legfőbb probléma, de dolgozunk rajta, hogy ez menjen. Tolnán most a Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 10 szakma képviseletében 53-an vehettek át mesteroklevelet. Azok a szakemberek, akik megszerzik a mesterminősítést, részt vehetnek a szakmunkás tanulók gyakorlati képzésében. Fischer Sándor, a Kamara Tolna megyei elnök azt mondja, az elmúlt években láthatóan megnőtt a mesterképzést választók száma, ez pedig segíti a hiány szakmák felszámolását.
A mesterképzés és a mesterlevél átadása, és ez segíti elő, hiszen a mestereknek a feladata az, hogy szakmunkásokat tartsanak, gyakorlati oktatásukat folytassák le, ez feltétele annak, hogy gyakorlati oktatást tegyenek, és ezért egyre többen választották az elmúlt pár évben a mestercím megszerzését. Mivel a mesterképzés szakértők szerint hatékony eszköz a hiány szakmák felszámolásában, ezért a képzést választók közül sokakat az állam is támogat. A most végzett 53 mester közül 15-en jutottak így hozzá az oklevelükhöz. Nyilvános adóhatósági adatbázisokat böngészhet teljesen ingyenesen az interneten. A NAV célja az adatok közzétételével, hogy leellenőrizhetőek legyenek az üzleti partnerek még a számla kibocsátása előtt. Így lekérdezhető például az, hogy kinek van adótartozása, vagy hogy egy cég szerepel-e a jó adózók listáján. Csak néhány kattintás és az adózó neve, valamint az adószáma kell ahhoz, hogy pillanatok alatt kiderüljön, szerepel-e a NAV jó adózók listáján, de ahhoz sem kell több, hogy lássuk, egy cég állt-e már korábban végrehajtás alatt. A NAV most több tucat adatbázisát tette bárki számára böngészhetővé, így segítve a vállalkozókat. Az adóhatóság Tolna megyei szóvívője azt mondja, az adatbázisokkal bárki ellenőrizheti, hogy az üzleti partnere mennyire megbízható az adóhatóság szemszögéből. Érdemes minden eshetőségre felkészülve dokumentálni azt, hogy a vállalkozás a lehető legkörültekintőbben jár el üzletkötései során. A NAV adatbázisai segítségével ellenőrizni lehet azt, hogy egy leendő üzleti partner mennyire tartja be a szabályokat, illetve az online számlarendszer megkönnyíti a számlakibocsátó partnerek megbízhatóságának a felmérését. Az adóhatóság bárki számára ingyenesen elérhető adatbázisai ugyan megkönnyítik a vállalkozások ellenőrzését. A szakértő szerint ennek ellenére nem árt még néhány jó tanácsot megfogadni. Ajánlott utána nézni a vállalkozásnak a cégjegyzékben, egyéni vállalkozói nyilvántartásban, illetve fontos az, hogy akár személyesen is meg kell győződni arról, hogy a vállalkozás ténylegesen folytat egy tevékenységet a telephelyén, székhelyén, vannak-e egyáltalán alkalmazottai, illetve képes-e a vállalatszolgáltatás termékértékesítés teljesítésére. Az adóhatóság adatbázisaiban összesen több 100 000 vállalkozás és egyéni vállalkozó adatai kérhetőek le. Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál jövőre a vállalkozások. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélkaput, új nevén a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyet használhatják. Jövőre az ügyfelek, egyéni vállalkozók és hivatali tárhelyen rendelkezők kivételével az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag cégkaput használhatnak, ami alkalmazható többek között a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallások beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. A NAV küldeményeit ugyancsak a cégkapun átküldi. Az enyhe időjárástól függetlenül téli üzemmódra váltott a közútkezelő. November 10-től várhatóan jövő év március 15-éig téli üzemmódban működik a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A gépeket ellenőrizték, és a védekezéshez szükséges anyagok is rendelkezésre állnak. Csütörtökön tájékoztatót és megyei gépszemlét tartott Pakson a Magyar Közút társszervei bevonásával. Téli üzemeltetés az úgy november 10-én kezdődik. Bár a télnek még nyoma sincs, november 10-én megkezdődik a téli időszámítás a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél. A paksi mérnökségen már készenlétben állnak a hókotrók az udvaron. A szakemberek rendbe tették és beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeiket, téli felszereléssel látták el univerzális járműveiket, amelyeket mérnökségenként alapos ellenőrzésnek vetettek alá. Ott jártunkkor megyei téli indító tájékoztatót és gépszemlét tartottak a társszervekkel, úgy mint a katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a megyei védelmi bizottsággal és a hatóságokkal. Tolna megyében 24 darab kettős üzemeltetésű gépjárműt, 5 hómarót és 8 darab markolót állított hadrendbe a vállalat. Ezzel párhuzamosan, amennyiben az időjárás szükségessé teszi, akkor közel 40 lehívható gépet, ezek traktorok, hóekék, illetve üzemi gépekről szól, lehívható gépet helyezünk üzembe, hogy a közlekedés biztonságosan megtörténjen. A gépparkot a biztonságos közlekedés érdekében folyamatosan fejlesztik. Tolna megyében
a Magyar Közút Nonprofit ZRT 1108 kilométeres megyei közúthálózaton látja el a téli feladatokat. A szakemberek beszéltek a téli védekezési és elhárítási munkák ütemezéséről, valamint a közlekedők számára is hasznos tanácsokat, információkat osztottak meg. A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok beállta előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. Három napon át tanácskoznak az ország gyermekgyógyászai és tüdőgyógyászai Szekszárdon. Ez az 54. közös kongresszus, mely először kapott helyet Szekszárdon. Németh Csaba főigazgató azt mondta, a kórház tudományos munkájának színvonalát jelzi, hogy az elmúlt években sorra érkeznek Szekszárdra a gyógyítás legfrissebb eredményeit taglaló konferenciák. Németh Csaba a kórház főigazgatója a megnyitóban arról szólt, a mindennapi gyógyítás mellett kiemelkedően fontos a kórház megítélése szempontjából a tudományos munka. Én a kórháznak a hosszú távú jövőjét látom a tudományos munkának a biztosításában. Tehát nem elég az, hogy a mindennapokban hozzánk fordulókat ellátjuk. Nem lehetünk egy elszigetelt sziget az országnak és a gyógyításnak a térképén. Be kell tudnunk kapcsolódni azokba az országos szakmai áramlatokba és munkaközösségekbe, amik az országban egy-egy adott szakmának, például most a gyerekgyógyászatnak vagy gyerektüdőgyógyászatnak a rugóit mozgatják. A kongresszuson a súlyos asztmakezelés lehetőségeiről is szó volt, amit a hagyományos tabletta és spray helyett injekcióval végeznek. Azt is megvitatták a szakemberek, hogy nem csökken, hanem nő a légúti betegségek, különösen az allergiások aránya. A környezetünk a szennyezettebb, és hát ilyen szempontból a légúti allergiákban nagyon jelentős a légszennyezettségnek a jelentősége. Magyarország ilyen szempontból a Kárpát-medence nagyon-nagyon rossz szituáció. Gyakorlatilag megülnek a szennyezőanyagok, még a kiemelkedő területeken, tehát még a mecsek területén is. A Balassa János kórház főorvosa arról tartott előadást, mivel lehet elejét venni a súlyos allergia kialakulásának. Ezt a bőrszárasságot már születéstől kezdve megszüntetjük rendszeres testápoló használatával, akkor legalább 50%-kal csökkenthető az allergiának és az allergiás betegségeknek a kialakulásának a valószínűsége. Az allergia, az asztma az emberek legalább 10%-át érinti. Egy pár évvel ezelőtt Tolna megyében készült felmérés szerint az asztma a gyerekek 9%-át, a szénanátha az iskolások 35%-át, az ekcéma a diákok 17%-át érinti. A gyerekeik szeme láttára ütötte-vágta egy alkoholista apa éveken át a feleségét. A Tamási járásbíróságon most született ítélet az ügyben. A bíró nem csak a családon belüli erőszak miatt mondta bűnösnek a férfit, hanem kiskorú veszélyeztetése miatt is. Azért, mert a nagyobbik gyerek a pszichológus szakértő szerint az iskolában azért lett agresszív a diáktársaival, mert ezt a mintát tanulta el az apjától otthon. Évek óta, a vádirat szerint 2015 óta rendszeresen bántalmazta a feleségét az alkoholista apa. Az első esetnél a két gyerek 2 és 10 éves volt. Minden alkalommal végignézték a brutális jelenet sorokat. Az ügyész szerint a gyerekek gyakran a sarokban összebújva egymást átölelve sírták végig a kegyetlen perceket. Az asszony 2017 nyaráig tűrte a családi terrort. Az utolsó esetnél azért kellett kiállnia a férje brutalitását, mert a nagyobbik gyerek rossz jegyet vitt haza az iskolából. Az apa előbb ordítozni kezdett ezért, majd rárontott a párjára, ököllel törte be az orrát. Az alkoholista erőszakos családfőt most ítélte el a Tamási járásbíróság. Az ítélet szerint nem csak a rendszeres fizikai erőszak miatt kellett felelnie, két rendbeli kiskorú veszélyeztetésében is bűnösnek találta a bíró. A nagyobbik gyermeknél öltött leginkább testet, nála már az is észrevehető volt, hogy megpróbált édesapjával azonosulni ezen agresszió tevékenységben, mivel csak olyan utat látott lehetőségként az agresszió kezelésére, az iskolai problémái kezelésére, hogy verekedésben próbálta megrendezni a konfliktusait. A brutális apa rendszeres erőszakos fellépése tehát a bíró szerint a gyerekekre és rajtuk keresztül a társadalom más tagjaira is veszélyt jelentett, mert a nagyobbik gyerek elkezdte másolni az apjától látott viselkedési mintát. Az ítélet szerint a férfi 1 év börtönt kapott 3 évre felfüggesztve, emellett pedig ideiglenesen felügyelet alá is helyezte a bíróság. Mely annyit jelent, hogy a vádlott a próbaidő tartama alatt köteles a pártfogóval együttműködni, köteles részt venni a pártfogó által előírt agresszió kezelő tréningeken, és köteles az alkohol problémáin javítani.
Az ítéletet a vádlott és az ügyész is tudomásul vette, így az már első fokon jogerőre emelkedett. A maga nemében egyedülálló kiállítást rendezett a bonyhádi német önkormányzat. A 20. század elején készült búcsús fotókat és a népcsoport viseletének talán legismertebb elemét a pacskert rendezték közös kiállításba. Köhlerné Koch Ilona, a helyi német önkormányzat elnöke azt mondta, olyan mennyiségű kép és pacsker áll ma már rendelkezésükre, mely egyedülálló Magyarországon. A Tolna megyei pacsker minta a legváltozatosabb és a legszebb az egész országban, és ezt szeretnénk bemutatni. Ezért is határoztuk el, hogy felgyűjtjük az egész megye pacsker mintáit. Már nagyon sok mintánk van, több mint 200, és következő évben szeretnénk ebből egy kiadványt is megjelentetni. A régió híreivel folytatjuk műsorunkat. Együtt kerek a világ, jótékonysági gála műsor Pécsen. Betanított munkástól gépészmérnökig állásbőrzét tartottak a Pécsi Tudásközpontban. Tanulmányi versenynek számít, felvételi többletpontokat ér a Diákolimpián szerzett érem. Együtt kerek a világ, ezzel a címmel rendeztek jótékonysági gálaestet Pécsett. Az idén 28 éves Kerekvilág Alapítvány a hazai zenei élet kiemelkedő tagjait látta vendégül a műsorban. A koncertből származó bevételt a művészek az alapítványnak ajánlják fel, az összegből a sérült fiataloknak segítenek, hogy teljes életet élhessenek. Halusi Marian a Sárik Péter trióval együtt énekelt a közönségnek. Csütörtök este rendezték meg a Kodály Központban az Együtt Kerek a Világ jótékonysági gálát. A 28 éve alakult Kerekvilág Alapítvány a hazai zenei élet kiemelkedő alakjait látta vendégül a műsorban. A koncertből származó bevételt a művészek az alapítványnak ajánlják fel. Vannak a felnőtteink is a mozgássérült úgynevezett szociális nappali intézményben, vagy a támogatószolgálatunkban, akiket ellátunk. Most éppen a számukra is szeretnénk gyűjteni arra, hogy akik közülük a Maromvölgyi Szociális Otthonban, idősek otthonában laknak, kénytelenek ott lakni, mert ott van nekik alkalmas feltétel, ők előbb-utóbban kiköltözhessenek, és ha úgy tetszik, teljes értékű életet élhessenek fiatalon. Az estén részt vett a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója is, mint fő támogató. Gáspár Csaba elmondta, reméli, hogy még nagyon sokáig fog tartani az alapítvány munkája, és komoly értéket teremt. A Kerekvilág Alapítványnak az a évvégi gála műsora, ez most már évek óta a Hungária Takarék közreműködésével tud létrejönni. Ez az együttműködés egy picit inkább a hétköznapok munka rohanásából kicsit kiállva, leállva, egy picit inkább mélyebb emberi értékekre tekintve valósul meg. A Hungária Takarék egyébként több társadalmi, illetve non-profit szervezetet is támogat. A szövetkezet fontosnak tartja az aktív közösségi szerepvállalást. Különböző témaköröket felölelve a sporttól, a közösségi életen, a kultúrán keresztül a hátrányos helyzetű embereket támogató non-profit szervezetekig, a korosztályokat is szélesen felüleljük, a gyerekektől kezdve az idősekig. A már hagyományos Együtt Kerek a Világ jótékonysági gála mellett egyéb programokat is szervez az alapítvány. A rendezvények célja, hogy segítsék a fogyatékkal élők beilleszkedését a társadalomba. A betanított munkásoktól a mérnökökig mindenféle végzettséggel rendelkezőknek kínáltak állásokat a kormányhivatal szervezte állásbőrzén csütörtökön. A Pécsi Tudásközpontba az egész megyéből érkeztek a munkát keresők. Összesen 40 cég nyújtott felvilágosítást a helyszínen arról, milyen feltételekkel és milyen végzettséggel várja az új belépőket. A kormányhivatal pedig azokról a támogatásokról adott tájékoztatást, amelyekkel a munkátvállalókat és a munkaadókat segíti. Gépbeállító, garázsmester, autómosó, árukiadó, három műszakos betanított munka. Néhány állásajánlat erről a hirdető falról. Baranya megye minden részéről jöttek a munkát keresők, a kormányhivatal szervezte állásbőrzére csütörtökön a Pécsi Tudásközpontba. Én most vagyok itt először egyébként így állásbőrzén, és én leginkább középfokú végzettségem van, tehát én adminisztrátori pozícióban keresek állást, és hát több állásajánlatot is kaptam, úgyhogy remélem, hogy sikeres lesz ez a mai nap. Úgyhogy érdemes volt eljönni, igen.
Mondja boldogan ez a nő, aki nem akart munkanélküliként szerepelni, ezért nem engedte, hogy mutassuk az arcát. Egyre több cég keres megyénkben is dolgozókat. Ez nyilván a munkáltatóknak egyre nagyobb gondot okoz, de talán mégis egy visszajelzés arról, hogy a gazdaságban itt a régióban is elindult valami. Továbbra is a nyelvtudással rendelkező szakembereket keresik leginkább tapasztalataink szerint. Van, ahol elég a nyelvtudás maga, és utána magát azt a szakmai részt megtanítják a munkavállalóknak, amire igény van, de egyébként az informatikusoknál és az informatikai szakembereknél, illetve a mérnököknél, villamosmérnök, gépészmérnök, minőségügyi mérnök továbbra is a sláger szakmák. Jelenleg megyénkben 5,2%-os a munkanélküliség. Ez csökkenhet például az ilyen állásbőrzéknek köszönhetően, mondja a baranyai kormány megbízott. Már közel 13 000 regisztrált álláskereső van a rendszerünkben, ez az 5,2%, és különben van 9800 bejelentett álláshely. Tehát ha minden bejelentett álláshelyre tudnánk kiközvetíteni egy olyan kollégát, munkanélküli közfoglalkoztatottat, akkor szinte megszűnne a munkanélküliség. De ugye ez a kereslet-kínálat, ez egy nagyon nehéz összeegyeztetni. Éppen erről beszéltek a munkaadók, akik a szakmai végzettséget hiányolták több esetben a jelentkezőknél. Horváth Zoltán szerint ebben is tud segíteni a kormányhivatal. Képzéseket indít, ezekhez támogatást is nyújt. Erről tartott tájékoztatást a helyszínen. A megyei állásbőrzén összesen 40 standdal jelentek meg a munkáltatók, közel 500 állás ajánlatot hoztak. Ezek közül a legtöbb a gépipari és az építőipari cégektől érkezett. Tanulmányi versenynek számít, így felvételi többletpontokat kapnak azok a tanulók is, akik a Diákolimpia országos döntőiben érmet nyernek. Mindezt olyan sportágban kell elérni, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elismer, az első három helyezetnek 10 plusz pont jár. Melegítenek a csapatok a 2018-19-es tanév középiskolás kosárlabda Diákolimpia lány megyei döntőjére. A PTE gyakorló gimnáziumának gárdája volt már országos bajnok és második helyezett is a közelmúltban. Ha idén is eljutnak a fináléig, és ott érmes helyezést érnek el, akkor akárcsak az olimpián, világ vagy Európa bajnokságon, szakági országos bajnokságon, sakkolimpián vagy paralimpián helyezettek plusz pontokat kapnak. Az országos bajnokság első három helyezettje kap pluszpontokat a felvételén, ugyanúgy, mint bármelyik másik, akár matematika vagy fizikai tanulmányi versenyen venne részt, és hát ebbe beleszámít minden Magyar Diáksport Szövetség által rendezett, illetve ő által a támogatott diákolimpiai országos döntő. Tehát olyanok is, mint például a ritmikus gimnasztika, vagy az aerobik, vagy bármelyik sportágat sorolhatnánk. A megyei döntőt a több éve együtt kosarazó lányokból álló gyakorlósok nyerték, így ők jutottak az országos elődöntőbe, ami már az országos döntő előszobája. Én azokhoz a szerencsésekhez tartozok, akik már első éves korukban szerepelhettek a diákolimpiai csapatban, akkor bajnokok is lettünk, tavaly ez nem sikerült az ismétlés, de második helyen végeztünk. Idén is valami ilyesmi eredményre számítunk. Összeszokott, mert egy csapatba játszunk, és szerintem mindenki bízik a másikban is. És ismerjük egymást, és ezt szerintem megnyilvánul a pályán is, meg a játékunkon is, úgyhogy én szeretem őket, meg össze vagyunk szakva már. A megyei második helyezett csapatoknak is van még esélyük a továbbjutásra. Benevezhetnek ugyanis az országos selejtezőre, aminek a győztese is részt vehet az országos elődöntőn. Híradónk végén tekintsük át még egyszer legfontosabb híreinket. Gyárátadó Dunaföldváron 4,5 milliárdból épült meg Magyarország egyik legmodernebb papírgyára. Segítség, nyilvánosan böngészhetőek az adóhatóság adatbázisai. Téli üzemmódra váltott a közútkezelő, bár enyhe a november, felkészültek a télre. Kiskorú veszélyeztetése, gyerekeik szeme láttára ütötte-vágta egy apa a feleségét. A hétvégén, ködös reggelek után változóan napos, felhős időre van kilátás, csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 17-19 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tornatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!